A hókirálynő. Első rész. Kezdhetjük a mesét. Egyszer nagyon-nagyon régen, egy jeges téli éjszakán, pont mint a mai, a Manó gonosz királya egy galát terven törte a fejét. Egy olyan varázstükröt akar készíteni, mely bánatot és balszerencsét hoz a világ jó és kedves embereinek. És tudjátok, mit csinált a Manó királya a tükörrel, amit elkészített? Egy hirtelen mozdulattal összezúzta több száz millió darabra. A szél felkapta a darabokat, és szétszórta a földön, szomorúságot hozva mindenhova. Mert ha a tükör egyetlen kis szilánkja belement valakinek a szemébe... Az az ember mindenben csak a rosszat látta. Még a legapróbb szilánk ereje is akkora volt, mint az egész tükör varázs ereje. Néhány embernek még a szívébe is belefújódott egy-egy darab. Ezek az apró tükördarabok még sok-sok éven át szálltak a széllel. És most elmesélem, hogy mi történt az egyik darabkával. A nagyvárosokban a legtöbb embernek csak egy-egy cserepes virága van. Ám élt itt két gyermek, akiknek gyönyörű rózsakertjük volt. Kály és Gerda nem voltak testvérek, de testvérként szerették egymást. Tavasszal, nyáron és ősszel csak átlépték az eresztés, együtt lehettek. De télen más volt a helyzet. Ó, ne! Elég a kirakókból! Jóformán még el sem kezdem, de te már be is fejezted. Bocs, Gerda, nem az én hibám. Nekem ilyen jól megy a kirakózás. Ó, ez nem jó így, Nagyi. Mintha a hó direkt azt akarná, hogy ne játszhassa Gerdával a kertünkben. Á, igen. A hóméhek szörnyen ünneprontók, mikor rajzanak. Hóméhek, Nagyi. Királynőjük is van, mint az igazi méheknek. Hát persze, hogy van, drágám. Ott repül, ahol a legsűrűbb a rajzás. A hóméhek körülötte szállnak, mert a szívében lévő hideg megóvja őket az olvadástól. Te már láttad őt valaha? Hát, éjfélkor gyakran átrepül a város utcái felett, és benéz az ablakokon. Tekintete olyan hideg, hogy az ember lehelete jéggé válik az ablak belső oldalán. De ugye ide nem tud bejönni a hókirálynő? Ó, azt nem hiszem, kedves. Itt túl meleg van az ő számára. Azt próbálja csak meg, Gerda. Ha bejönne ide és bántani akarna, én megvédenélek. Rálöpném
a meleg kályhára, és elolvadna. Ó, ne akar ilyet tenni vele, Káj, drágám. Még felbőszíted. És ha a hókirálynő mérges lesz... Nagyi! Kapsz tőlem egy kirakójátékot. Nagyi! Nem! Nem! Csak álmodtam. Ez nem lehet. Megfagyok. Így van. Csak egy álom volt. Jött a tavasz, majd a nyár. Hagyd abba, nem látom a képeket. Ó, így én se. Ó, hát nem csodaszétek idén a rózsáink. Szagold meg őket, Káj. Gyere! Ha te mondod, Gerda. Szegény Gerda, kedvem lenne bemenni és jól letolni ezt a kájt. Ó, nekem is. Neked? Akkor hajrá. Mi, nem. Úgy értem, nekem is kedvem lenne hozzá, ahogy neked kedved lenne. Oh. Ezt én nem értem. Miért ilyen gonosz velem, Káj? Káj a szemébe fúródott tükördarab, és a jéghideg szíve miatt vált ilyen gonosszá. Beköszöntött az ősz, és Káj viselkedése egyre furcsább lett. Édenész, Nagyi! Olyan öreg vagyok és pufok, mint amilyen te vagy! Jaj, kérlek, Káj! Add vissza a szemüvegemet! Tudod, hogy nélküle nem látom. Szegény Nagyi. Ez a leggonoszabb, amit Káj eddig tett. Bizony, pedig ő nem volt ilyen. Mi van vele? Káj nagyon megváltozott, mama. Ó, talán Káj azt hiszi, hogy már felnőtt, kedves. Bizony a fiúk néha ilyenek. Nem, valami komoly baja lehet. Történt vele valami. Most először várom, hogy elhagyjuk térre ezt a csodaszép kertet. Ez a Káj sokat rontott a környéken a hírnevén. Ó, igen.
Oh. Mire beköszöntött a tél, Kály már alig törődött Gerdával. Te mit keresel itt? Mi történt veled, Kály? Alig beszélsz velem azóta a nyári nap óta, amikor a rózsakertünkben. Hát, úrbarátaim vannak, és már nem szeretem a rózsákat. Koszosak és rendezetlenek. Érted? Rendezetlenek? Elmagyarázom egyszerűen, hogy megértsd. Látod? Szabályos és rendezett. Minden részlete. Tökéletes, mint maga a hókirálynő. Ezzel szemben a rózsák, ahogy mondtam, csúnyák és rendezetlenek. Hey, gyere már! Különben is, most szánkózni megyünk. A nagy térre. Ments. Kis csibész! Igen! Ó, apám, az aztán a szánkó! Úgy sem mersz rákapcsolódni, Kály! Hajrá, Kály! Perceken belül elérték a városkaput. Ne! Álljon meg! Engedjen el! Mit tegyek? Ez odafagyott! Ne! Állj! Kérem! Álljon meg! Hamarosan beesteledett, és Kálynak fogalma se volt arról, merre járnak. Mert a jellemed igen közel áll az én szívemhez. Igen? Biztos vagyok benne, hogy mi nagyon jó barátok lesz. Igen? Maga gyönyörű szép felség, mint egy hópehely. Tökéletes, matematikai. Én tudom a szorzótáblát, felséges királynő. És osztani is tudok. Okos fiú vagy. A hókirálynő jégpalotájába repítette Kályt. Csókjaitól Kály elfelejtette otthonát és barátait. A gonosz Manó pedig nevetett, mert sikerült ilyen nagy bajt okoznia. Hónapok, évek teltek el. Gerda, kérlek, ideje beletörődött, hogy elment. A városban egyesek azt hiszik, hogy talán... Nos, a folyóba esett. Úgy hiányzik, nagymama. Gerda, tudom, édes, de miért nem próbálod fel a születésnapi ajándékodat, Nézd meg, jó-e rád? Itt van, tessék, szívem. Na
Nagyinak igaza van. Kai meghalt, nincs többé. Olyan szomorú. Ezt nem bírom tovább. Én sem. Költözzünk el. Ó. Kai meghalt, és nincs többé. Ezt nem hiszem el. És én sem. Tudjátok, fecskék, igazatok van. Szerintem is él még Kai. Nem hiszem el, hogy meghalt, míg nincs rá bizonyíték. Köszönöm, fecskék. Köszönöm, hogy reményt adtatok. Szegény kislány. Csak fel akartam vidítani. Én is. Nos, folyó uraság, igaz lenne. Elragadtad a legjobb barátomat, Kájt, örökre. Tessék az új piros cipő. Neked adom. Bárcsak vissza tudnád adni nekem, Kájt. Tessék, folyó uraság. Itt van. Jaj, ne! Sem segít. Most mit csináljak? Bár csak tudnék úszni. Jaj, ne! Hát, a folyó elvette a cipőmet. Talán cserébe elvisz oda, ahol Kai van. Ó, hiszen ez az egyetlen reményem. Segíteni? Ó, mit keresel a csónakban egyes-egyedül, gyermekem? Eloldódott a kötele, és most magával sodor a víz. Kint is vagy, kedves, biztonságban. Gyere be és mesélj el mindent magadról. Köszönöm. Nos, tudomásom szerint a kis barátod nem járt errefelé, de ha itt maradsz egy ideig, talán ő is felbukkan. Köszönöm, de nem sokára folytatnom kell a keresést. Nem, nem, itt maradsz velem. Nagyon régóta vágyom egy kedves társra, és te is nagyon boldog leszel itt velem. Majd meglátod. Ahogy az öregasszony kifésülte Gerda haját a varázsfésűjével, Gerda kezdte elfelejteni Kájt. Mert az öregasszony boszorkány volt, de nem volt gonosz. Csak azért akarta magánál tartani Gerdát, mert magányos volt. Nézd a szép rózsáinkat, Kai. Gyönyörű rózsák. Szóval rózsák. Sajnálom, rózsák, de nem emlékeztethetitek Gerdát az otthonára, vagy Kai barátjára, úgyhogy nyomás vissza a föld alá! Később majd újra visszajöhettek. És ha a friss lótrágyát kaptok, minden nap,
Ez mindig bejön. Furcsa. Már hetek óta itt vagyok. Jól érzem magam. Mégis hiányzik valami. Vajon miért érzem ezt? Ó, jaj, már emlékszem. Az ott egy rózsa. Igen, ez az. Itt egy rózsa sincs a kertben. De miért nincs? És miért lettem hirtelen ilyen szomorú? Rózsák, de szépek vagytok! És akkor az öregasszony varázsa hirtelen megtört. Kai! Elfelejtettem, hogy én Kai-t kerestem. Mi történt velem? Most már értem, gonosz néni. Rózsák, ti a föld alatt voltatok, és nem láttátok lent az én Kai barátom? Ó, hál' Istennek! Tehát még él. Akkor jobb, ha indulok. Most rögtön. Azt hittem, nem egyeztünk, rózsáim. Kérlek, ne hagyj itt, Gerda! Olyan egyedül voltam. Én nem akartam rosszat. Kai! Gerda! Kérlek! Ne menj el! Gerda csak futott. Az idő alatt, amit az öregasszonynál töltött, bizony nagy lány lett. 13 éves volt már. Szegény kis Gerda elaludt a hóban. Kairól szeretett volna álmodni, mert álmaiban Kai nem volt messze tőle. A gonosz manó majdnem halálra nevette magát azon, milyen jól sikerült gonosz műve. Legközelebb majd tovább mesélem, mi történt szegény kis Gerdával és szeretett barátjával Kájjal. De gyerekek, ne aggódjatok úgy, a végén még minden jóra fordulhat. De az már egy új mese, addig is...